A szekszárdi törvényszék épületének történetét bemutató előadással és az ezt kutató hagyomány és történet munkacsoport tevékenységének ismertetésével készültek a szekszárdi törvényszék bírái a független bíróságok létrejöttének 150. évfordulójára. Szeretnénk, ha nem csak mi, hanem majd utódaink is emlékeznének azokra, akik előttünk jártak, akik megtanítottak a tisztesség, az erényesség, a becsületesség tiszteletére. A mai modern bíróságok kialakulását az 1869-ben elfogadott 4. cikkely alapozta meg. Ez egyebek mellett lefektette a bírói képzés minimum feltételeit, és külön választotta az igazságszolgáltatást a közigazgatástól. A mostani rendezvényen Osztovics András, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója is részt vett. Ő arról beszélt, hogy 4 éve indították el azt a pályázati rendszert, aminek keretében a bírák bíróság történeti kutatásokat végezhetnek. Egy picit jobban ismerjék meg a múltjukat, kik azok a bíró példaképek, mik azok az épületek, mik azok a tárgyi és egyéb eszközök, amik a múltból fennmaradtak, ránk maradtak, aminek az ismerete, a tisztelete az fontos a jelenkor bírái számára is. A rendezvényen egy emléktáblát is felavattak. Erre a szekszárdi törvényszék és a szekszárdi járásbíróság egykori elnökeinek, valamint a törvényszék tervezőjének nevei kerültek fel. Közülük néhányan most is jelen voltak, mások helyett a rokonaik jöttek el. A pécsi törvényszéket vezető Rendeki Ágnes édesapja, Rendeki Sándor például a szekszárdi törvényszék elnökeként dolgozott. Őneki ez az épület volt a mindene, itt élt. Gyakorlatilag gyerekként azt láttam, hogy hajnalban elmegy, éjszaka jön haza, dolgozik, mindene volt a bíróság, és azt gondolom, hogy azt, amit itt elhangzott, ami bent az előadásban elhangzott, azt a hivatást, tudatot, azt a bíróság szeretetét, amit itt a kollégák is említettek, azt én nála láttam, tapasztaltam. Tolna megyében a következő időszakban Szekszárdon kívül még 6 másik településen avatnak fel hasonló bírósági elnökök neveit tartalmazó emléktáblákat.